Üdvözlöm Önöket, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezen az esős délutánon nyilván nekünk is fáj, hogy most itt ülünk ebben az egyébként nagyon dekoratív előadó teremben, de mennyivel hangulatosabb lenne ugyanez kint, de megpróbálunk majd egy kis napsütést varázsolni ebből az igen érdekes témával, ami előttünk áll. Hogy mutassam be a résztvevőket. Schmidt Mária professzorasszony, a Terrorháza igazgatója, és olyan valaki, aki mind eszmetörténeti, mind történeti, mind aktuális politikai szempontból folyamatosan rajta tartja az ujját a világ ütőerén, ha mondhatok ilyet. Magyarics Tamás professzor úr, aki szintén történész, és ugyanakkor gyakorló diplomataként is számos olyan tapasztalatot szerzett, ami a történeti tudás mellett biztos, hogy segíti a mai viszonyok közötti eligazodást. Dr. Somkuti Bálint pedig az MCC geopolitikai műhelyének a vezetője és kutatója, bocsánat, és biztonságpolitikai szakértő. Tehát azt gondolom, hogy három olyan szakértővel van dolgunk, akivel érdekes lesz arról beszélgetni, hogy vajon mi is várhat mirejánk a háborút követően, vagy mi az, amit manapság már láthatunk abból, ami körülvesz minket. Hogy kezdjem egy idézettel, Schmidt Mária nemrég megjelent Látlelet című könyvéről, ami az orosz-ukrán háborúról szól. 2022-ben az orosz-amerikai rivalizálás és biceps méregetés orosz-ukrán háborúhoz vezetett. Ennek kimenete, hatása ma még nem felmérhető, de néhány dolgot már kijelenthetünk. Ha eddig nem volt ukrán nemzet, most lett, ahogy orosz is. Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin háborúja megteremtette az ukrán nemzetet, de megerősítette az oroszt is. Bebizonyosodott, hogy a nyugati narratívákkal ellentétben a nacionalizmus a hazaszeretet megtartó erő. Tény, hogy a háborút nem az ukrán nacionalisták, hanem a birodalmi fantomfájdalmaktól gyötört Oroszország agressziója robbantotta ki, még akkor is, ha az ukránok orosz ellenes provokáció is komoly szerepet játszottak a konfliktus elmérgesedésében. De semmivé foszlottak a nyugati haladók utópikus elképzelései is arról, hogy a határoknak el kell tűnniük, mert gátolják az általuk vizionált globális világ létrejöttét. Ebben a hónapok óta tartó öldöklésben mindenki megtapasztalta, hogy az ukrán hazafiak az életük árán is védik a határaikat, a városaikat, a hazájukat. Ha nem lennének hazafiak, akkor Muszka vezetők lennének, és mindegy lenne nekik, hogy marad-e a hazájuk, vagy sem. Innen indulunk. Hazaszeretet, proxy háború. Van-e nemzeti érdekérvényesítés, vagy csak a nagyhatalmak akarata érvényesül áttételesen? Hogy forduljak először Schmidt Máriához azzal, hogy ez, ami itt le van írva ezen az egy oldalon, ehhez képest, hogyha a nemzetközi vagy akár csak a hazai sajtót olvassa, akkor milyen benyomásai vannak? Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát szoktam a nemzetközi sajtót is olvasni, igen, mert a magyar sajtóból sem lehet tájékozódni, de a külföldiből se azt tudnám mondani. Tehát ha valamit lehet mondani erről az orosz-ukrán háborúról, az, hogy hát minél többet olvas az ember, annál nagyobb a katyvasz, és hogy a nyugati milyen jó, hogy sor kerül a Ludovika fesztiválra, csak azért. És hogy például mondjuk elrettentő a brit sajtó, amit ha az ember bármit kinyit, akkor rögtön be is zárja, mert annyira hiteltelen és abszurd, de tehát persze egy háborúban a dezinformációnak legalább olyan fontos szerepe van, mint az információnak. Ezt a könyvet még a szeptemberben befejeztem, még akkor az északi áramlatoknak a felrobbantása előtt egy héttel fejeztem be, és adtam le a kéziratot. Azóta azért nagyon sok minden megváltozott. Én is másképp nézek már rá a háborúra egy év eltelte után, mint akkor.
A könyvben azt írtam, hogy ez egy dupla proxy háború, mert az ukránok harcolnak az amerikaiak helyett, és az oroszok meg a kínaiak helyett, ezt egyre inkább beigazolódni látom, és nem is. És azt gondolom, hogy az elején azt hittem, hogy ez csak egy ilyen nyelvpolitikai trükk az oroszok részéről, hogy ők különleges hadműveletekről beszélnek, de most már biztosan állíthatom, hogy ez nem háború az oroszok részéről, ez csak egy különleges hadművelet, az oroszok még nem léptek bele a háborúba, az orosz hadsereg nem vesz részt még a háborúba, és ez is ezzel a proxy háborúval függ össze szerintem. Tehát itt az oroszok részéről itt időhúzásról és kifárasztásról van szó, itt nem arról van szó, hogy ők most el akarnák foglalni Ukrajnát, vagy győzni akarnának, vagy minél tovább tart, minél tovább mennek 10 métert előre, 2 utcahozt hátra, aztán megint előre, megint hátra. Szerintem ez egyre inkább úgy látom, hogy a részükről ez erről szól. Köszönjük szépen. Akkor végül is, hogy definiáljuk a különleges hadműveletet, és hogy definiáljuk a háborút? Mikor kezdődik majd el a háború? Tehát, hogyha a vasakról beszélünk, mert ugye, hogy az egészet egy kicsit szöveg összefüggésébe helyezzük, mindig beszélünk a békéről és a béke fontosságáról, de hogyha még nem tört ki igazán a háború, akkor hogy néz ki ez az egész, hogyha haditechnikai szempontból nézzük? Az a baj, hogy körülbelül 100 definíció létezik a háborúra. Ugye van a Clausewitz, hogy a politika folytatása más eszközökkel. Az ENSZ-nek van egy ilyen definíciója, ha jól emlékszem, hogy 1000 darab halott, amely szervezett erőszakban halt meg, tehát nem egy földcsuszamlásban, hanem egy háborús cselekmény következtében. Tehát igazából nem tudjuk azt mondani, hogy bármilyen szempont egy hagyományos háború lenne, hiszen az például egy hadüzenetnek meg kéne történnie. Ugye a klasszikus módszertan a háborúknak az, hogy történik egy hadüzenet, utána vannak katonai műveletek, hadműveletek, és utána van egy békekötés, ami lezárja a konfliktust, és ideális esetben ez meg is oldotta a két állam közötti problémát. Ugye erről most szó sincs. Ugye orosz szempontból, hogy Vlagyimir Putyin elnök is elmondta többször, hogy ez egy szláv belügy, hiszen Ukrajnát nem tekintik független államnak, akármilyen is bizarul hangzik, ez az ő narratívájuk. Tehát gyakorlatilag láthatjuk azt, hogy itt egy olyan típusú összecsapás zajlik, amit nagyon nehéz bekategorizálni. Hivatalosan két állam küzd egymással, de közben ugye a kőolajvezetéken érkezik az olaj, a gázvezetéken érkezik a gáz, együtt szállítanak, vagy egymást jóváhagyásával szállítanak gabonát. Tehát olyan dolgok történnek, amik normál esetben egy hagyományos háborúban azért nem szoktak előfordulni. Úgyhogy én tartózkodnék attól, hogy minősítsem ezt a konfliktust. Ez egy katonai konfliktus, egy fegyveres konfliktus, de valahol a háború, a különleges katonai művelet és egy hagyományos összecsapásnak az elejét látjuk, aminek aztán olyan új fejlemény és olyan új oldalai vannak haditechnikai szempontból is, amiket eddig nem gondoltunk volna, például csak a drónokra gondolni. Úgyhogy összefoglalva a fenteket, azt tudnám mondani, hogy én úgy gondolom, hogy egy új korszak hajnalán vagyunk, ahol ezek a típusú, mondjuk, probléma megoldási lehetőség, ezek tegyük hozzá sajnos egyébként újra felszínre kerültek, és valószínűleg nem is fognak elmúlni. Még mielőtt tovább adnám Magyarics Tamásnak a szót, hagyj kérdezzek vissza mindkettőtöknél, hogyha egy mondatban meg kell fogalmazni azt, hogy mi ennek az egésznek a célja, akkor az pontosan micsoda? Az oroszok részéről annak a jelzése, hogy nem tűrik el, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen. Én egy számmal válaszolnék. Ukrán területről Moszkva 450 kilométer, amíg Kuba legközelebbi pontja Washington, szóval jól emlékszem, 1200. Igen, de azért Floridától 80. Bocsánat, az maximum nyugdíjasokat fenyegeti. Ja, értem. Jó. Oké. Tamás, te nagyon sokat foglalkozol a transatlanti kapcsolatokkal. Ugye rengeteg szó esik arról, hogy Amerikának milyen érdekei fűződnek a háború fenntartásához. Itt
a legalapvetőbb közhelyektől, hogy az amerikai hadipar az bizony mindig azon spekulál, hogy hogy lehet minél több fegyvert eladni. Egészen addig a kicsit cizellált a belképzelésük, hogy energiapiaci szempontok motiválják az egészet, vagy Németország meggyengítése, védővámok, és a többi, és a többi. Ugye nálunk van egy nagy kultusza a Donald Trump vezette republikánus kormányzásnak. Van-e amerikai stratégiai szempontból bármiféle különbség egy republikánus vagy egy demokrata megközelítés között, hogyha akár csak ezekre a közhelyes dolgokra gondolunk? Én is köszönöm a meghívást, miatt anyát teszem. Annyit fűznék hozzá, hogy nem egy háborúról van szó, általában minden háború, de jéghegy, amit látunk belőle, amit látunk, és a többi pedig ugye a háttérben zajlik. Az amerikaiaknál, hogyha kiindulhatok abból, 2008-ban, amikor a Obamáik megnyerték a gazdasági világválságnak a kellős közepén a választást, akkor a jövendő mondjuk stábfőnök, Rahm Emanuel, aki egy balesetben elvesztette a középső mutatójának a felső újpercét. Ebből következően Obama ugye azt mondta, hogy szókincse felét is elvesztette ezzel együtt. Azt mondta, hogy soha nem szabad kiadni egy jó válságot, hogy nagyot alkosson az ember. Na most a kérdés az, hogy Amerika mennyire akarja kihasználni ezt a válságot, hogy nagyot alkosson, és a saját érdekek megfelelően próbálja az ügyeket befolyásolni. És ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy a republikánusok és a demokraták között van-e lényegi eltérés. Tehát rövid válasz az, hogy nincs nagyon. Mind a kettő abban érdekelt, hogy az amerikai primátus, hegemónia, birodalom fönnmaradjon. Ezt különböző eszközökkel próbálják elérni. A demokraták érdekes módon hajlamosabbak a fegyveres beavatkozásra, ugyanakkor a puha a hatalomnak az alkalmazására. A republikánusok pedig inkább mondjuk egy nyersebben megfogalmazott érdek alapú külpolitikát szoktak folytatni. Persze, hát ezt nem mondom, hogy mindig így van. Mondjuk egy Nixon-Kissingeri párosnál így volt, az ifjabb Bushnál nem így volt, tehát azért minden szabályal vannak kivételek. Ilyen tág indításból, akkor most egy kicsit szorosabban, a transatlanti kapcsolatokra, amiket mondtál, azok nyilvánvalóan egy bizonyos szinten igazak. Az amerikaiaknak nyilvánvalóan a nagy stratégiai érdekük az, hogy az úgynevezett peer competitoröket, tehát a nagyjából velük versenytársként számba jöhetőket megpróbálják a helyükön tartani, vagy akár egy kicsit visszanyomni. Ennek megfelelően ugye Kína az elsődleges, viszont mindig Oroszország szerepelt a nemzetbiztonsági stratégiáknak a második helyén. Tehát az oroszoknak a gyengítése egy. A második pont az, hogy Európának és ennek az egész válságnak az európai vonatkozása eléggé kétértelmű az amerikaiaknál. Egyrészt kihasználták ezt a válságot arra, hogy a NATO-t bővítsék, tehát az északi szárnyt megerősítsék, Finnország, Svédország. Másodszor amiről sokat beszélünk, és szerintem igaz, stratégiailag Európát megpróbálták és megpróbálják leválasztani Oroszországról gazdaságilag, és Kínától is gazdaságilag. Tehát ez egy másik távlati cél. Mert itt a Huawei-re gondolhatunk, az 5G-re, vagy a 10+1-nek a nem nagyon erős támogatására, a kínai befolyásnak a csökkentésére irányuló amerikai mondjuk törekvésekre. Tehát ez egy második cél. Harmadik légy, amit ütöttek, hogy sikerült
az európaiakat rávenni arra, bár ez 2014-re datálódik a Versicsúcs találkozóra, hogy a GDP arányosan 2%-ot költsenek a NATO-ra, és a saját hátsó udvarba az európaiak próbáljanak rendet tartani. Megint csak a nagy stratégiát nézem, mert hogyha mondjuk az Észak-Afrika, a mediterrán térségbe, akár a közel-keleten az európaiak aktívabbak, az amerikaiaknak az energiái és képességei felszabadulnak a csendes óceánra, és ott már látszik, hogy elég drasztikusan növelik a katonai együttműködést, az AUKUS-t, most itt a Cala San Diego-ba egy együttműködést, amik a franciáknak még korábban küldött a biztosítékot. Létezik a QUAD nevezetű informális együttműködés India, Japán, Ausztrália Egyesült Államok között. Az amerikaiak egyfajta 2.0-át hidegháborús feltartóztatás vagy bekerítést alkalmaznak Kínával szemben, az Aleut-szigetektől félkörbe Dél-Korea, Japán, Tajvan, a Fülöp-szigeteken megnyitották újra a Clark Air Force Base-t és a Subic Bay-t, visszamentek Cam Ranh Bay-be, Vietnámba. Cam Ranh Bay különben érdekes volt a vietnámi háború alatt, mert ott az ott szolgálók vietnámi csak a mosónőt látták, és sokan megutálták a sztéket és a homárt, mert annyit ettek belőle. Volt, aki 20 kilót hízott a vietnámi háború alatt a Cam Ranh Bay-i támaszponton, és India. India ugye ott van, 2008-ban a Bush adminisztráció kötött egy nukleáris együttműködést Indiával, tehát a nagy stratégia szerint ez az orosz-ukrán válság mellett még az amerikaiak a mellékesen egy-két olyan dolgot szeretnének elintézni, amit sikerült, látom, hogy az órát nézett. Az igazság az, hogy ez nem igazán fair dolog, mert én ilyen régi csatalóként, amikor ilyen előadó termet látok, akkor általában 90 percet szoktam beszélni, de azt hiszem, hogy ez most... Igen, ezeket a pavlovi reflexeket próbálom egy kicsit visszafogni egy-egy ilyen órára pillantással, és azért is, hogy a jelenlévőket egy kicsit a beszélgetés struktúrája szempontjából is ébren tartsam. Tehát még mindig csak ott tartunk, hogy ezt a jelenlegi helyzetet próbáljuk elemezni, és arról, hogy mi a várható következménye mindannak, az majd csak ezután következik. De ugye itt több utalás elhangzott, akár Franciaországra, akár más európai összefüggésekre vonatkoztatva, de nem mehetünk el emellett a kérdés mellett anélkül, hogy a Magyarországot érintő vonatkozásokról ne beszéljünk. Ugye azt látjuk, hogy Magyarország, hát hogy mondjam, nem az olcsó népszerűséget keresi az európai kontextusban, amikor a háborúval kapcsolatos álláspontját fejti ki. És azt is látjuk, hogy folyik egyfajta eszmei, ideológiai küzdelem a nyugati világgal egyfelől, ugye itt Mária könyvében is történt erre bizonyos utalás, ez az egyik. A másik pedig, ugye ami világpolitikai szempontból érdekes, hogy ez a bizonyos keleti nyitás, ami a magyar politikát jellemzi, és az a fajta elképzelés, hogy ne legyen blokkosodás, tehát hogy mindenfelé kapcsolatokkal rendelkezzünk, ez bizony abból a szempontból, hogy Magyarországnak milyenek a kínai kapcsolatai, ez amerikai barátainkban nem vált ki feltétlen lelkesedést. No, tehát, hogy ennek fényében akár a NATO-ban betöltött szerepünket, kezdjük most talán azzal, hiszen ugye a magyar fegyverkezés, vagy nevezzük csak fegyverzet fejlesztésnek, haderőfejlesztésnek, aminek szép példái láthatók itt kint a parkban. Az, hogy illeszkedik ebbe a NATO kötelékben való működőképesség, amerikai elvárások, 2%, tehát biztonságpolitikailag mi ennek az implikációja, Bálint?
Gyakorlatilag azt érdemes látni, hogy 2010-re a Magyar Honvédség gyakorlatilag egy olyan állapotba került, amit nyugodtan nevezhetünk legatyásodottnak. Tehát egy olyan erőt igyekeztek létrehozni belőle a uralkodó ideológiai felfogásnak köszönhetően, amely alapvetően csak expedíciós hadműveletekre alkalmas, külföldön NATO kötelékben ilyen könnyű gyalogos alakulatokat tudnak bevetni, amely felkelők ellenítve biztonsági feladatok, békeküldetések ellátására alkalmas, de tényleges hadviselése nem. És ezt a felismerést ugye az új kormányzat nagyon hamar megtette, és utána elindult egy folyamat, ami 2012-ben már elindult, egyébként volt egy hadik nevű terv, ami pontosan ezt a helyzetet igyekezett korrigálni, de akkor még fedezet nem volt rá, úgyhogy utána 2016-ban indult teljes erővel útjára Zrínyi 2026 néven. Úgyhogy gyakorlatilag ennek a következményeképpen lassan eljutunk odáig, hogy Magyarország is közel 2%-ot fordít GDP arányosan a védelmére, ami ilyen látványos képesség növekedéssel jár. Ugye csak egy pár dolgot hagy mondjak, például az ukrán háborúban jelenleg az önjáró tüzérség viszi a prímet, és abból Magyarországnak egyetlen egy darab eszköze nem volt 2010-ben. Most érkeztek meg a kint látható óriási méretű Panzerhaubitz 2000-esek, amivel gyakorlatilag rendkívül modern eszközeink lesznek. Harckocsiból 11 darab volt, amelyeknek egy része nem volt bevethető, tehát elképzelhetetlen módon le volt gatyásodva a honvédség. Ennek következtében Jánz Lothár 2006-os kijelentésem szerint beül egy tankba és eljön Budapestre, teljesen igaz volt. Úgyhogy ezt nem szabad figyelmen kívül adni, és egy nagyon-nagyon súlyos felelőtlenség azt gondolni, hogy a szomszédaink jót akarnak nekünk. Igazából általában a legtöbb államnak, bár ezt a tanár úr jobban tudja, mint a legtöbb államnak, a szomszédai okozzák a legtöbb problémát, és nem távoli nagyhatalmak. Tehát gyakorlatilag ezeknek a képességeknek a kijavítása, ezeknek a képességeknek az újrafelépítése zajlik most, és ez az a folyamat, amiben egyébként az amerikai kormányzat részéről is egyébként az összes probléma ellen nagyon komoly támogatás van. Tehát például érdemes kimenni és megnézni, hogy például a Gidránon a török gyártmányú lövészpáncélson is amerikai fegyverzet van. Tehát ez az együttműködés ezen a területen többé-kevésbé zavartalan, hát a többi terület az meg olyan, amilyen ez a politika része. Akkor csak egyetlen egy kiegészítő kérdés. Értelmezhető-e a magyar haderő a NATO haderejétől függetlenül? A NATO 5-ös cikke, ugye, ami minket is véd, az továbbra is a legfontosabb védelmi szempont, vagy pedig most a magyar haderőfejlesztéssel azt gondoljuk, azt reméljük, hogy bizonyos értelemben nagyobb önállóságunk is lesz biztonságpolitikai szempontból, mintha csak a NATO 5-ös cikkeire hivatkozunk, és azt várjuk, hogy mások védjenek meg minket. Emellett NATO elvárás, hogy minden egyes tagállamnak 30 napig képesnek kell lennie megvédeni saját magát. Tehát egyébként erre most a németek nem képesek, pontosan, hogy 2 napra, tehát nem vicc, tényleg 2 napra elég lőszere van Németországnak. Úgyhogy ők se képesek erre, de ez egy szándék, egy olyan cél, amit el kell érni. Egyébként a NATO elvek olyan szinten érvényesülnek, hogy a haderőfejlesztésnek a jelenlegi fókusza annak a úgynevezett nehéz dandárnak a felállítása, amelyet a NATO számára ajánlottunk föl, és amikor ez teljesül, akkor már egy lépéssel bejebb vagyunk, de a célt még mindig nem értük el teljesen. Köszönöm szépen. Akkor Schmidt Máriát szeretném kérdezni arról, hogy ugye Magyarország ebben a mostani helyzetben, hát hogy mondjam, több fronton küzd. Van egyfajta ideológiai, európai értékválasztási küzdelem, ami egy ilyen világnézeti harc. Ennek bizonyos értelemben része a békeharc, ha annak nevezhetjük. Ennek már ugyanakkor vannak biztonságpolitikai aspektusai. És van ez a harmadik, amit az imént említettem, tehát hogy próbáljuk magunkat 10 milliós 93.000 négyzetkilométeren elhelyezkedő államként valahogy úgy elhelyezni, hogy mi nem kötődünk sehova, és, illetve mindenhova kötődünk, mindenkivel jóba vagyunk, és szeretnénk, ha így szeretnének minket. Mekkora esély van erre? Arra, hogy szeressenek minket, nem tudom, hogy van-e esély, de talán nem is ez a fontos. Nem tudom, hogy az jó hír, hogy Németország csak 2 napig tudja megvédeni magát, vagy rossz hír, én hajlok arra, hogy jó. Na mindegy, de azt akarom mondani, hogy egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert nem pragmatikus hatalomként viselkedik az Amerikai Egyesült Államok, akkor, amikor ez a mostani demokrata adminisztráció van, és ez az Obamára is igaz, mert hiszen ez ugyanaz az adminisztráció tulajdonképpen,
ami két cikluson keresztül az Obama vezetése alatt volt. Ez egy ideológiai nagyhatalom, amelyiknek a nemzetstratégiai célkitűzései között jelentős szerepet tölt be az LMBTQ transz ideológia terjesztése is, ami nem csak Magyarországon nem vált ki lelkesedést, hanem a világ jelentős részében is ellenállásokat vált ki. Tehát, hogyha visszatérek egy kicsit arra, amit a Tamás mondott, igen, az ő részéről elhangzott az, hogy az amerikai stratégia hogy gondolkodik arról, hogy a hegemónia szerepét megtartsa a világba, de hát vannak más játékosok is, és a világ nagy része úgy tűnik, hogy nem olyan nagyon támogatja ebben az amerikai Egyesült Államokat. És szerintem, miután úgy vettem észre, hogy a fő ellenség, és amelyik ellenségnek Amerika szempontjából egyáltalán értelmezhető szerepe van, az Kína, tehát onnan Kína felől kellene ezt az egész dolgot megnézni. És az új fejlemény az az, hogy összenyomták Oroszországot és Kínával, amit egyébként a 70-es évek elején a Nixonnak sikerült áthoznia Amerika oldalára, és ez biztosította a hidegháborús győzelmét az Egyesült Államoknak a Szovjetunió felett. Tehát most Kína és Oroszország összenyomódott, az, amit mondtál, hogy le akarja választani Oroszországot Európáról, az Egyesült Államok, ez folyamatban van. Úgy látom, hogy Oroszország részéről is döntés született abban a tekintetben, hogy azt a politikát, amit még Nagy Péter óta Oroszország folytatott, vagyis hogy Oroszország Európa része és európai hatalomként értelmezi magát, ezt befejezték, és teljes erővel Ázsia felé fordultak. Ez szerintem Európa szempontjából tragikus. Ha most még Amerika arra is rákényszeríti Európát, hogy Kínától leváljon, akkor Európának befellegzett, azt tudnám mondani. Európának nincs nyersanyagkészlete, nincsenek fosszilis energiakészletei, nincs védelmi képessége, és nincs ipari kapacitása. Mert ezek mind át lettek helyezve Kínába, meg mindenhova. Tehát én nem tudom, hogy akkor Európa micsoda, ha ez mind megtörténik. Persze lehet úgy nézni, hogy ez az Amerikai Egyesült Államoknak érdeke, de szeretném elmondani, hogy ha és amennyiben Amerika ezt a magatartást fogja Kínával kapcsolatban folytatni, akkor ebből az fog következni, hogy neki Kínával valamilyen konfrontációja fog megtörténni. És ha pedig Kínával konfrontálódni kényszerül az Amerikai Egyesült Államok, akkor a NATO-t innen el fogja vinni Európából, mert nem lesz elég ereje ahhoz, hogy enélkül is helytálljon. Na most a legutóbbi napon, talán egy nappal ezelőtt, vagy két nappal ezelőtt az egyik amerikai képviselő közölte, hogy amennyiben ott Kína és Tajvan között bármilyen konfliktus lesz, akkor ők a tajvani csipgyártó kapacitást le fogják bombázni. Úgy látom, hogy ez az új amerikai politika, hogy bejelentik, hogy mit fognak lebombázni, és mit fognak tönkretenni. Most csak azt akarom mondani, hogy hogy fog erre Tajvan reagálni, vagy hogy reagál erre Tajvan, hogy őket is egy olyan bábuként használják, ahogy az ukránokat, hiszen az is többször elhangzott, hogy az utolsó ukrán katonáik fognak harcolni. Tehát egy picit úgy érzem, hogy Amerika külpolitikájában a szofisztikált gondolkodás háttérbe szorult így az utóbbi időben. És India szerepében sem vagyok olyan biztos, mert Indiát is üzembiztosan tolják át az amerikai táborból az orosz-kínai táborba. És akkor, ha számolok egy picit, akkor már nem vagyok olyan biztos abban, hogy ez az amerikai stratégia, amit a Biden, illetve azt megelőzően az Obama kormányzat folytatott, az olyan sikeres lesz. A mi számunkra tragédia az, hogyha nekünk Európában
itt kell maradnunk anélkül, hogy a kínaiaktól vásárolhatnánk, vagy eladhatnánk neki, hogy az oroszokkal kereskedhetnénk, és egyébként Nyugat-Európára meg nem tudunk számítani. Tehát én úgy látom, hogy az Európai Unióra nem tudunk számítani, és akármennyire ideológikus is most az Amerikai Egyesült Államok, továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül az Amerikai Egyesült Államok az, amelyik a mi számunkra szövetségesként számításba jön. Én az Európai Unióból nem látom azt a hozzáadott értéket, ami miatt mi nekünk ott különösebben nyílna valamilyen lehetőség. Itt egy pillanatra álljunk meg, mert ugye ez egy nagyon sarkos mondat, hogy csak az Amerikai Egyesült Államokra számíthatunk. Az Amerikai Egyesült Államok nyilvánvalóan az Európai Uniót úgy, ahogy van, Németországgal együtt, főleg azzal a saját gyarmatának tekinti, lehallgatja a német kancellárt, és a többi, és mindenkit a többi. Mindenkit lehallgat. Mindenkit, nyugodtak lehetünk. Amin egyébként nem lehetünk meglepve, hiszen ez egy történelmi tapasztalat. Az első világháború után ezt nem tették meg, lett is belőle balhé. A második világháború után itt maradtak, lehallgatnak mindenkit. Azóta legalább Európában béke van, tehát azért ez egy fontos tapasztalat. A világon mindenkit lehallgatnak, csak Európa. Jó, oké. Ami, ahova én ebben ki akarok lukadni, az pontosan az, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak egyedül milyen esélyei vannak. Tehát, hogy mert ugye a probléma nem új keletű, hogy az Egyesült Államokat mennyire szeretjük, vagy mennyire nem, hiszen Németország és Franciaország nézeteltérései az Európai Unió történetében, vagy a NATO-val kapcsolatos nézetkülönbségében pont ezen erről a tőről fakad. Tamás, a magyar-amerikai viszonyban az egész szövetségi rendszerbe beágyazva, ez milyen helyzetet eredményezett? Én megfordítanám És akkor maradt 10 percünk arra, hogy a beszélgetés valódi témáját is. Megfordítanám a kérdésedet. Nem a kérdés az, hogy mi mennyeszeltjük az amerikaiakat, hanem ők mennyeszeltnek minket, illetve Közép-Európát. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy amikor ugye arról van szó, hogy hát a magyarok, magyar kormány miatt az amerikai-magyar viszony nem olyan jó, rá kell nézni a két országra, a két országnak a képességeire, adottságaira, súlyára, nyilvánvalóan az amerikaiak diktálnak. Tehát elég vulgárisan itt mi felreállhatunk, hogy az amerikaiak úgy gondolják, hogy már pedig itt példást statuálnak, és a másik esetben pedig, hát nyilvánvalóan itt volt az a 4 év, amikor David Kostin volt a nagykövet, hogyha voltak vidás ügyek, akkor megbeszélték zárt ajtók mögött, és nem megafon diplomáciával történt mindez. Tehát nyilvánvaló, hogy az amerikai fognak diktálni. Most az, hogy Magyarország több irányba tájékozódik, az teljesen természetes. Odáig is elmegyünk, azért jobban tudod, hogy egy magyar-ekuádori védelmi együttműködést is aláírtunk talán, úgyhogy most azt hiszem, hogy nagyon erősen jelzi a stratégiai irányokat, de azt hiszem egy afrikai országgal is aláírtunk. Most az, hogy a kínaiaknak a jelenlétét, ugye azt hiszem említetted Gergely, hogy az amerikaiak azokon veszik, a kínaiakat az amerikaiak építették föl félig meddig. Tehát nem az a pár millió dollár, amit befektetnek itt a kínaiak, az, ami a Kínát versenytársa teszem, a Boeing-tól kezdve az összes nagyvállalat, amelyik ott 10-100 milliárdos üzleteket kötött, befektetéseket eszközölt. Szóval a rövid válasz az, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok mindig annak a hullámverésébe alakulnak, hogy az amerikaiak nem Magyarországot nézik általában elsősorban, hanem a térséget. És a térség, hogyha nekik fontos, és benne azért Magyarország egyfajta kulcsszerepet játszik, hiszen azért az észak-déli szárny között
megint csak Bárint jobban tudja, mint én, Magyarország azért az előrejelzés, tehát a radar előrejelző rendszertől kezdve sok minden logisztikai kérdésekkel együttműködik, ami megint csak nem látható. Az, hogy ilyen kérdésekbe belekötnek az LMBTQ, de ez egy pótcselekvés. Szerintem ez nem stratégiai kérdésem, egyszerűen az a fajta ideológikus megközelítés, ami nem teljesen következetes. Ugye voltak ezek a demokrácia csúcsok, és a második demokrácia csúcsnak az egyik társrendező a Zambia volt. Tehát nagyjából ennek az ideológiai, mondjuk kritériumoknak a következménye az nagyjából ez nyilvánvaló. Mutatja. Jó, köszönöm szépen. Akkor, ha jól sejtem, van még maximum 10 percünk, inkább kicsit talán kevesebb. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy nézzük meg, hogyha ne is legyünk nagyon szűkkeblőek az idővel, nem egy év múlva, hanem mondjuk 3-4 év múlva. Hogy fog kinézni a világ mindannak következtében, ami manapság történik körülöttünk? Tehát akár fegyverkezés szempontjából, mik azok a tapasztalatok, amik a modernkori hadviselés szempontjából megszületnek most ebben a rémes húsdarálóban, ami tőlünk néhány száz kilométerre zajlik. Mik azok a technológiai fejlesztések, amiknek most tanúi vagyunk? Kezdjük talán ezzel, Bálint. Hadd kezdjem azzal, hogy én is, mint minden hadtörténész, pacifista vagyok, mert az átlagemberben jobban ismerem azt a pusztítást, amit egy háború tud okozni. Ezért fájó szívvel mondom azt, hogy egy sokkal militarizáltabb világban fogunk élni. Sokkal? Militarizáltabb. Tehát az a fajta megközelítés, ami arra alapult, és a tanár úrnak a szakterülete, a nemzetközi szervezetnek az együttműködése, az fel fogja váltani egy erőközpontú megközelítés. Tehát gyakorlatilag az Európai Unió is elkezdett fegyverkezni, ha volt pacifista szervezet, az Európai Unió volt az, és egy olyan erőközpontú megközelítés, egy olyan realista diplomácia, vagy egy realista nemzetközi kapcsolatok megközelítésnek a újjájelentését fogjuk látni, ami gyakorlatilag a háborúnak a következménye, de ahogy, és az is elhangzott már, úgy emlékszem, hogy egy háború nem csak önmagában áll, hanem egy jéghegynek a csúcsa. Tehát ennek a háborúnak a kiváltó okai már nagyon régóta jelen voltak, ez csak kirobbant ez a háború, és elhozta azt a fajta felismerést, hogy bizony az ipari és tömegháborúknak a kora nem áldozott le. Tehát az a koncepció, amire az európai és az amerikai hadseregek készültek gyakorlatilag már egyébként a hidegháború után közvetlenül, hogy ilyen nagyon rövid, de nagyon magas intenzitású küzdelmeket folytatnak, lásd öbölháborúk például, vagy Afganisztánban azért a táliboknak volt rendes hadseregük is, amit utána levertek az amerikaiak, és utána indult el a felkelés. Tehát ez a fajta koncepció megbukott. Tehát biztos, hogy vissza kell térni, és ez biztonsági szempontból elkerülhetetlen előbb-utóbb Magyarországon is, remélem ezért nem fogják a fejemet venni, de valamilyen szinten a fegyveres szolgálatnak az újjáélesztése. Ugye a finneknek van egy nagyon jó rendszerük ezen a területen, háromfajta variáció van, valaki választhat egy 6 hónapos katonai szolgálatot, választhat egy 12 hónapos fegyvertelen katonai szolgálatot, és választhat egy 12 hónapos társadalmi szolgálatot. Tehát az a fajta totális védelem, amit egyébként Svédország és Finnország is képvisel, az a valóban megjelenő és akármennyire is hihetetlen, de akárhogy ér véget az ukrán háború, az orosz katonai fenyegetés ott fog maradni. Ha az oroszok vesztenek, akkor revansot akarnak majd venni. Tehát egy sokkal inkább egy olyan világot lehet előre látni, ahol a katonai fenyegetés valós. Nem azt mondom, hogy azonnali fenyegetés lesz, tehát nem kell rá azonnal készülni, de egy 3-5 hónapos időszakon belül bármikor kirobbanhat, hiszen azok a tényezők, amelyek ezeket létrehozták, ugye, amiket az előttem szólók már elmondtak, azok a különbségek az USA és a feltörekvő hatalmak elsőbb a Kína között, azok nem szűnnek meg. Tehát egy nem áll előttünk ebből a szempontból egy túl szép jövő, és gondolatként azt hagyjam hozzá, hogy mindenképpen az az irányvonal, az a fejlesztés, ami megindult Magyarországon, annak folytatódnia kell, hiszen azzal, amit most fogunk tenni, azzal csak a mulasztásainkat pótoltuk, de még arra a szintre, amit az ország védelme megkövetel, az még elég hosszú út van átra előttünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tamás, nyilván a világpolitikai elemzésben már eljutottunk odáig, hogy egyfajta, bármennyire is mondjuk, hogy ne legyen blokkosodás, úgy tűnik, hogy lesz blokkosodás. Most egy ilyen tendenciát figyelembe véve, hogy mondjam, hogy a klasszikus kérdés, hova álljanak a belgák? Hát
Az amerikai küzdműsorokban a legnehezebb kérdés általában az úgynevezett 1 millió dolláros kérdés. Nem tudom, hogy mennyit kapok, hogyha megválaszolom ezt a kérdést. További fogom az egyetem vezetésének a felvetésed. Igen. Hát tulajdonképpen, hogyha mi ránk utaltál, akkor túl sok választás nincs. Magyarország az EU-nak a tagja, a NATO-nak a tagja, és nyilvánvalóan semmifajta alternatíva nincs. Tehát mindig az alternatívákat kell megnézni. Az alternatíva nincs. Világpolitikában valóban itt az amerikai úgynevezett multilaterális világ, egy multipoláris világ jön inkább, a blokkosodás más szóval. És hát Kína mellett, hogyha mondjuk tegyük fel az oroszok nem mindent fognak elérni, akkor nyilván már egyfajta revanchizmus lesz, tehát a puha ellensúlyozás az meg lesz az oroszokban, Amerikával szemben, illetve a nyugattal szemben általában, de gyakorlatilag, hogyha most megnézzük a magyar gazdaságnak a helyzetét, a külkereskedelem, hova irányul, a befektetések honnan jönnek, és így tovább, egyszerűen nincs választásunk, hogy most hova álljunk, ott állunk, ahol vagyunk, rá kell nézni a térképre, és ez egyszerűen hát meghatározza. Az, hogy tájékozódunk keletre, délre, nyilvánvalóan mindenki csinálja, de hát ezek nem olyan fajsős dolgok, hogy most Egyiptomnak eladunk egy vonatot, vagy nem adunk el. Köszönöm, és akkor, ahogy Máriával kezdtük, Máriával is fejezzük be. Avval kezdted, ugye, hogy már tök mindegy, hogy milyen újságot olvasunk, mert mindegyikbe hazudnak. Ez megnyugtató mindazok számára, akik próbálnak tájékozott újságolvasóként fellépni a közéletben. Beszéljünk arról legvégén, hogy végül is ebben a média által befolyásolt világban, ahol az agymosás az nem orwelli vízió, ahol az, hogy a baltával faragott rövid információk meghatározzák az emberek gondolkodását. A háború következtében ezek a tendenciák milyen irányba fejlődhetnek? Leegyszerűsítem a kérdést. Hogy tudjuk a fiatal generációt megóvni attól, hogy ennek az agymosásnak az áldozatává váljon, ami jelen van technológiában, jelen van különböző digitális platformokon, jelen van különböző tévétársaságok vagy videóhálózatok rendszerében. Van-e ebben a helyzetben bármiféle mozgástér, ami ezt ellenpontozhatja? Szerintem mindenkinek ott van a kezébe az okostelefon, tehát mindenféle irányból tud tájékozódni. Azon kívül fordító program is van rajta, tehát el lehet mindent olvasni. Én is megpróbálok sokféle forrást megnézni és meghallgatni, és aztán a saját tapasztalatomon átszűrni. Én nem vagyok annyira... Tehát a legfontosabb az, hogy ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Persze, most fel fogunk fegyverkezni, de hát az életemnek egy nagy részét úgy éltem le, hogy állik fel fegyverkezve, vicsorgott egymásra a két bipoláris hatalom, és a felhalmozott nukleáris fegyverek tulajdonképpen a békét védték. És senki nem mert hozzájuk nyúlni. Tehát ettől ne ijedjünk meg, nem... Tehát rajtunk múlik, hogy mi lesz. És azt gondolom, hogy az, hogy elhittük azt a sok hülyességet, hogy nem kell hadsereg, meg már nem lesz háború, meg minden, hát ez volt az, aminek nem lett volna szabad bedőlni. Az, hogy ennek Európa bedőlt, és hogy elhittük ezeket a marhaságokat, jó, hogy most ebből kijöttünk. Szerintem, ami fontos, az, és ebből az ukrán-orosz háborúból is egyértelműen kiderül,
hogy lehetnek a világon a legjobb, a legszofisztikáltabb fegyverek, mégiscsak at the end a katonának oda kell állni, és fel kell áldozni az életét. És aki nem hajlandó, ahol az emberekben nincs hazaszeretet, és nem hajlandóak odaállni és feláldozni az életüket, azok nem fognak tudni helytállni a harcokba. Mert az nem elég, hogy valahonnan a távolból megnyomunk egy gombot a végén, mégiscsak az emberi tényező dönt mindenről. Tehát nekünk az a fontos, hogy azt értsük meg, hogy Magyarországot csak mi védhetjük meg, senki másra nem támaszkodhatunk ebbe, mert ha mi nem állunk az első sorba, nem várhatjuk el másoktól, még a szövetségeseinktől se, hogy elénk ugorjanak. Tehát nekünk meg kell tenni a saját kötelességünket, nekünk meg kell építeni a saját hadseregünket, ki kell képeznünk a saját védelmi képességünket, és oda kell rakni az embereket, a magyar embereket a saját hazánk megvédése érdekében. Ezen múlik minden. És azok az országok, amelyek ezt nem tudják megtenni, ahol nem hajlandóak, ahol már nincs hazafias érzés, ahol már nem szeretik a hazájukat az emberek, azok rosszul fognak járni. Köszönjük szépen, hogyha az ukrán háború lehetséges következményei címre egy mondatban lehet válaszolni, ha kell egyáltalán, akkor úgy foglalnám össze, hogy nyilván lesz egy jelentős militarizálás, fegyverkezés, ami, ahogy Schmidt Mária mondta, nem feltétlenül baj, hiszen éltünk már békében, nem feltétlenül ideális körülmények között, ezt azért tegyük hozzá, a rendszerváltozás előtt, de végül is ez egy járható út, és hogyha beszéltünk arról, és ez egy fontos szempont, hogy valóban a nemzeti elkötelezettség, az a tudat, hogy magunkat meg kell tudni védeni, ha jól értettem Magyarics Tamás szavait, azért kiegészül avval a megmásíthatatlan ténnyel, hogy két szövetségi rendszernek, az Európai Uniónak és a NATO-nak továbbra is tagja vagyunk, ami ha 30 napig sikerül megvédeni magunkat, akkor utána beugrik és segít. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy itt voltak, Schmidt Mária, Somkuti Bálint, Magyarics Tamás, hálás vagyok, hogy itt voltatok. Minden jót kívánok!